Következő előadónk Pfeffer Józsua, a Zöldkakas Líceum lelkes diákjainak állt az élére, és diákkoordinátora volt a Pillangó Hatás című projektnek. Ennek keretében a Pöttyös utcai metró megállót építették ki Józsua vezetésével. Engem Josh történetében az fogott meg igazán, hogy a kreativitásnak ez a fajta megnyilvánulása nem csak magának, a közösségnek tesz jót, vagy dobja fel az életét, hanem szolgálja az egész nagyobb közösség, egy egész kerület életét, amint ezt ebben a példában majd látni fogjuk. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Josh-t. Sziasztok! Én 22 éves vagyok, és 10. gimnazista. Amikor elkezdtem középiskolába járni, már egyébként általános iskola végén is, borzasztóan nehezemre esett megfelelni az oktatási rendszernek. Az a sok számomra fölösleges szabály és erőfitoktatás az őrületbe kergetett. Pláne, hogy olyan dolgokat kellett tanulnom, amit akkor én tök fölöslegesnek éreztem. Így hát amint betöltöttem a 16. életévemet, ott hagytam az iskolát, és Londonba költöztem édesapámhoz nyelvet tanulni. Egy évet töltöttem kint, majd hazajöttem, és elkezdtem dolgozni. Szerettem volna egy csomó mindent tanulni, de érettségi nélkül iskolarendszerű oktatásban hát így borzasztóan kevés a lehetőség. Idővel rádöbbentem, hogy kénytelen leszek megszerezni ezt a papírt, hogyha lépni akarok az életemben. Tavaly elszántam magam, és beiratkoztam a Zöldkakas Líceumba. Azt hiszem, ez volt életem talán egyik legjobb döntése. Ebben az iskolában, ahova problémás zűrös gyerekek járnak, egy csodálatos légkör fogadott. Évelején nem kezdődött meg egyből a tanítás, hanem közösségépítő tréningekkel kezdtünk, ahol jobban megismerhettük egymást. Ezek több alkalomból álltak, és különböző feladatokat csináltunk, és játékokat játszottunk. Már itt éreztem, hogy ez az iskola ez más, mint a többi, és a jó értelemben. Biztos mindnyájótoknak van egy-egy jó tanára, akire egy szívesen emlékszik vissza. Na hát itt szerintem majdnem mindenki ilyen. Szerintem, hogyha az állami iskolák hasonlóan működnének, akkor kevesebb lenne az úgymond zűrös kölyök. Az is lehet, hogy így felnőtt fejjel az előző suliaimat is máshogy látnám, nem tudom. Itt a suliban a szakképzések mellett lehetőségünk vagy azt tanuljuk, ami igazán érdekel. Hogyha van egy gondolatunk, szólunk és megpróbálnak segíteni. Például engem érdekel a hangtechnika, van lehetőségem külsős helyszínekre menni, és hogyha elegen összegyűlünk, egyébként össze is gyűltünk, akkor megpróbálják és be is hozták rendszeres oktatásként az iskolába. Papírt nem kapunk róla ugyan, de tudásszomjunkat mindenképpen oldhatjuk vele. Tehát végül is teret adnak a fejlődésünknek. A sok rengeteg lehetőség közül az egyik a tavaly októberben indult pillangóhatás pedagógiai program. Nekem alapvetően nem sok közöm van sem a festészethez, sem pedig a szervezési feladatokhoz. Tavaly mégis részt vettem ebben a programban, mint diákkoordinátor. Az egész úgy kezdődött, hogy ebben a suliban van egy olyan pályázat, amire olyan elképzelésekkel lehet pályázni, amelyek valamilyen módon fejlesztik az egyént, és az sem hátrány, hogyha közösségépítőek. Ekkor fogant az ötlet, hogy toborzok vállalkozó kedvű diákokat a suliból, és velük együtt a Színes Város projekt eddigi tevékenységeinek nyomán szebbé varázsoljuk a Pöttyös utcai metró megállót, ahol sok-sok ember mellett a diákok túlnyomó többsége naponta megfordul, mert hogy az iskola a Pöttyös utca környékén van. Így hát írtam a Színes Városoknak egy e-mailt, hogy szeretném, ha segítenének megvalósítani ezt, és nagyon hamar jött a válasz, hogy még a héten jönnek az iskolába, és megbeszéljük ezt. Aztán megtudtam, hogy egyik tanárunk már korábban felkereste őket hasonló ötlettel. Mivel ez egy olyan elképzelés volt, amelyben mindent a diákok csinálnak, persze némi segítséggel, lehetőséget kaptam, hogy én legyek a koordinátor a diákok részéről. Na hát itt borzasztóan megijedtem, de biztattak, hogy én nem lesz gond, segítenek. Aztán hamar összeállt, hogy ki szeretne ebben részt venni, mely diákok, kik akarnak ezt csatlakozni. Hetente egy nap, 2 órában gyűltünk össze, és foglalkoztunk közösen ezzel a projekttel. Elsőként ki kellett találnunk egy témát, hogy mit akarunk ábrázolni, és miért. Ez abból a szempontból is nagyon-nagyon jó volt, hogy átgondoltuk, hogy mi zavar minket a világban. Milyen problémára szeretnénk rávilágítani. Elsősorban a rasszizmus jutott eszünkbe, ebben mindegyet értettünk, csak sajnos nem tudtuk úgy ábrázolni, hogy az ne egy ilyen nyomasztó, kellemetlen légkör teremtsen a megálló környékén. Így hát a környezetvédelem pártolóiként
úgy döntöttünk, hogy természettel, fákkal, virágokkal fogjuk feldobni ezeket a sivárfalakat. Aztán megbeszéltük, hogy mit jelent, hogy projekt, és mi kell, hogy a mi projektünket is végig tudjuk vinni. Ez egy csodálatos, izgalmas foglalkozás volt, itt karton papírokra írtunk és ragaszgattunk színes szavakat, és ebből alakítottunk ki egy idősávot, hogy átlássuk, hogy mit fogunk csinálni. Szerintem sokkal könnyebb és kellemesebb úgy átletni egy feladatot, hogyha a színekhez, formákhoz, vagy igazából akármihez társítani tudjuk. Aztán ezután több csoportra tagolódtunk. Voltak a látványtervezők, akik látványterveket csináltak, lemérték a falakat, valamint digitalizálták az elképzeléseket. Az üzleti tervvel foglalkozó diák olyan kérdésekre kereste a megoldást, hogy kik legyenek a szponzorok, mivel non-profit a dolog, hogy lehet ezt a lehető legkevesebb befektetéssel megoldani, és hogy egyáltalán hogy álljon össze ez a dolog. Volt egy dokumentációs csoport, akik filmeztek, fotóztak, és voltak olyanok is, akik interjút készítettek a művészeti vezetővel. Festeni akárki jöhetett végül, aki csak szeretett volna. És volt még egy csoportunk, ők az átadási ünnepségnek a megszervezésével és lebonyolításával foglalatoskodtak. Aztán így végül is egy kicsit összefolyódtak ezek a kategóriák, mert sokan vettek részt többen is, és azért ezek egymástól nem teljesen függetlenek. Mindenki motivált volt, mert tudták, hogy valami jót csinálunk. Nekem eleinte még egy körimél írása is borzasztóan nehezemre esett. Én új voltam ekkor az iskolában, és nekem kellett volna ott vezetőnek lennem. Aztán idővel, ahogy egy jobban megismertem társaimat, sokkal könnyebbé vált velük a kommunikáció is. Valójában nem volt nehéz dolgom, mert a legtöbben tudták, hogy fontos, amit csinálnak. De voltak olyanok is azért, akik lemorzsolódtak. Most már tudom, hogy merni kell jót mondani és lelkesíteni, mert én hiába tudom, hogy valaki mennyire fontos, hogyha ő nem biztos önmagában. Szerintem mindenkiben benne van a tenni akarás, csak segítségre van szükségünk. Hogyha közösségben alkotunk, akkor motiváljuk egymást. Szerintem nagyon fontos, hogy ne vessünk el semmilyen ötletet egyből, hanem vizsgáljuk meg, hogy miért jó, és mit lehet belőle kihozni. Ezért szeretem ezt az iskolát, mert itt odafigyelnek a diákokra is, és egymásra is. Az élet bármely területén még borzasztóan fontosnak tartom, hogy ne egy vezető beosztott viszonyban legyünk, hanem partnerek az élet bármely táján. Régebben lezuhant egy kereskedelmi járat, mert a légiutas kísérők nem mertek szólni a kapitánynak, hogy nem a kigyulladt hajtóművet állította le. Szerintem ez nagyon-nagyon súlyos. Tehát ebben a projektben is, mint egyébként mindenhol máshol kellene, mindenki ugyanolyan fontos volt, és így tudtunk elérni a célunkig. Nem volt profi munka, amit csináltunk, de mindenki beleadta magát, és fejlődött. Megtapasztaltuk a közös munka buktatóit, hogy nem mindenki mindent ugyanúgy gondol. Megtanultuk, hogy egymásra építkezünk. Hogyha nem készül el egy látványterv, akkor nem fogjuk tudni idejében leadni az engedélykérelmet, és csúszni fog az egész folyamat. És részesei voltunk elutasításnak is, amikor nem kaptunk engedélyt a mészkőfelületek lefestésére, ami terveink szerint a felületek elég nagy részét képezte volna. Ez egy meg nem valósult látványterv. Fontos, hogy a résztvevők nem újságírók, grafikusok vagy festők, hanem vállalkozókedvű középiskolás diákok, akiknek igényük van a jóra és a cselekvésre, és hajlandóak szabadidejüket arra áldozni, hogy tegyenek valamit az emberekért. Az önkéntesség szerintem egyre elfogadottabb, mert a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy ez jó. És mit tesz boldogabbá, mint hogyha jót csinálunk, és büszkék vagyunk, felnézünk magunkra. Én a közhasznú, közérdekű cselekedeteket a kutyatartással hasonlítanám össze. Hogyha szeretem a kutyámat, akkor azt szeretném, hogy a lehető legjobb legyen neki. Pedig valójában nekem van rá és a szeretetére szükségem. Nem hiszek az önzetlenségben, mert látszólag nem kapok semmit, de belül felnézek magamra. Az állattartók nagyon jól tudják, hogy mekkora öröm kedvenceikkel foglalkozni. Nos, szerintem éppen ugyanekkora öröm embertársainkkal foglalkozni is. Nem kell nagyban gondolkozni, nem feltétlenül kell nagyban gondolkozni. Hogyha csak segítünk valakinek betolni az autóját,
Vagy a boltban egy idős embernek leemelünk egy mosóport a felső polcról. Észre sem vesszük, és egy sokkal jobb légkört teremtünk ezzel. Mert az illető, akinek a segítségére voltunk, ő jobb kedvel fogja folytatni a napját, és ez így láncreakcióként kihat a társadalmunk mindennapjaira. Végül is az is egy önös érdek, hogy tegyünk valamit a közérdekében, mert hiszen nekünk jó, mi fejlődünk, mi jónak gondoljuk. Bármilyen idea mögé bújva cselekedhetünk, vagy cselekszünk, azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy jó az, amit csinálunk. Tehát ebből adódóan szerintem nincsen rossz gondolat, vagy rossz ember, csak más értékrend. Ki mondja meg, hogy szebb lett-e, hogy kifestettük a megállót, hogy egyáltalán jó-e? Mi magunk. Persze a pozitív visszajelzés rengeteg erőt ad. Sokan tudtunkra adták, hogy nagyon örülnek ennek, hogy ezt megcsináltuk, és rengeteg sok módon kifejezték emberek támogatásukat. Például egyik reggel, amikor kimentünk festeni, akkor az egyik fal alatt egy kiskert fogadott minket. Ez borzasztóan csodálatos érzés volt. Sokkal jobb kedvel folytattuk a napunkat, és sokkal könnyebben jobb kedvel vágtunk neki a festésnek. De persze mindig lesz, akinek más az értékrendje, és negatívan elcselekedettünk az alkotásunkhoz. Ez nem szabad, hogy eltántorítson. Olvastam néhány olyan hozzászólást az interneten, hogy béna, amit csinálunk. Ez akkor borzasztóan elkeserített. De nem is ez a lényeg. Nem az volt a célunk, hogy egy műtárgyat csináljunk ebből a megállóból, hanem az, hogy valamiféle jó érzést keltsünk a formákkal és a színekkel. És hogyha valaki arra jár, akkor elcsodálkozza, hogy na hát, ez tényleg pöttyös. Emberek, mi élünk itt, mit tudunk változtatni? És hinnünk kell önmagunkban, mert mi vagyunk az ecset a saját kezünkben. Köszönöm. Hát nehéz is gyors most kérdezni tőled bármit, és inkább csak meg szeretném köszönni. A számomra a legfontosabb üzenet az a dicséret fontossága volt, úgyhogy én minden esetre ezt fogom magammal elvinni, hogy akkor még ma meg fog dicsérni legalább 3 embert, és ezt holnap csak exponenciálisan nőni fog. Úgyhogy köszönjük szépen, Josh. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!